Hogy mindenkinek, Ryder vagyok, és a mai Heroes of the Storm videónkban Artanis-szal fogunk játszani, aki egy melee harcos, és ez nagyon jól illik rá, hogy harcos. Hamarosan látni fogjátok, hogy miért. Our time has come. Jól van, hölgyeim és uraim! A Sky Temple-ön fogunk ma játszani, ami igazából tökéletes pálya lesz. Az ellenség csapata Nova, Sergeant Hammer, Stitches and Ubarak, valamint Troll. A mi csapatunk pedig Artanis, Sergeant Hammer, Nova, Butcher és Chen. Csak így nézzétek meg a neveket. A Battle.net neveket. Látszik, hogy reggel videózok, vagy látszik, hogy reggel videózok? Jó, van, akkor itt is vagyunk, a Sky Temple-on. És igazából az a játék kicsit hangos, de semmi baj. Szóval, mint ahogy mondtam, Artanis, aki egy harcos, és igazából Hammer kéne menjen botra, szerintem. Szerintem Hammer kéne menjen botra, de hát ahogy akarja. Szóval, Artanis, harcos, ugyanis egyszerűen nem tankol eleget. Nem sebez olyan sokat. Viszont most arra megyünk rá, hogy sebezzen igazából. És Artanis képességei. Q. Lényegében egy skillshot. Hamarosan megmutatom, hogyha eljutok ide. És abba adjam a videózást. Oké, ott van egy Nova. Please. Pathfinding, please. Ilyet csinál. Ez a Q-nk. Oké, ezt rosszul csináltam. A tornyok! Én tankolom a tornyokat! Miért én tankolom a tornyokat? Oké, Butcher meghalt, nagyszerű, jól kezdődik. Szóval, a Q-nk. Egy skillshot lényegében előre támadunk, és majd visszajövünk, nem ezt kell, hogy itt van Nova, akkor az baj lesz. Előre megy sebez, hátra jön, még többet sebez. Visszafele háromszor annyit sebzünk, mint előrefele, szóval értitek. Azért az valami. Igen. Úgy hívják ezt a képességet, hogy Blade Dash. Az ink, hogyha eltalál valakit, ez egy skill shot, hogyha eltalálunk vele valakit, akkor nem, be leszel blackolva, Stitches nem. Oké, nem tudok mit csinálni többet. Bocs, de már semmi életem. Ne, please! Butcher, please, gyere vissza, Butcher! Butcher megölt valakit, azt hiszem, de sajnos Butchert is. Szóval, az ink, a Face Prism, ezt csinálja. Ez is egy skillshot. Nagyon-nagyon nehéz eltalálni, hihetetlenül nehéz eltalálni, mert nagyon lassú. Nagyon lassan megy. A dupla vénk, az Twin Blades, lényegében a következő autóeltekünk az duplán sebez. Kétszer találja el az ellenséget. Valahogy így. Oké, rossz helyen vagyok, nagyon rossz helyen vagyok, nagyon elő vagyok, túl elő vagyok. De ide, Nuberek, gyere ide. Köszönöm. Oké, ennek nem lesz jó vége, Troll. Simán elkaphatna, hogyha el akarja, nem akar, hál' Istennek. Ami jó. Oké, Nova, fuck yeah! Nagyszerű. És a passzívunk, nem mondtam el a passzívunkat. A passzívunk, hogy hívják ezt? Shield Overload. Oh, Nova, Istenem, Nova. Oké. Ezzel jártunk már a picsába. Tele vissza? Nagyszerű. Hey, hello! Meg fog halni. Meg fog halni. Please! Hammer, mit csináltál? Miért csináltad ezt, Hammer? Miért nem védtél meg? Az istenit. Oké. Szóval, amit tudni kell még Artanisról igazából, a Q-nkról, hogy... amennyiben lecéciznek minket, amennyiben megrútolnak, megstunolnak, vagy hasonló, ott maradunk helyben, mert ugye megyünk előre-hátra, viszont amennyiben tényleg valaki le tud minket cécézni, abban az esetben úgy végünk, úgy kb. Végünk. A negyedik szinten a Lethal Alacrity, talán, képességet vettük fel, a Q-nk, a Blade Dash-ünk sokkal
gyorsabban megy, és messzebbre megy. Ami jó, mert ugye nehezebben tudnak lecécézni. Mert hogyha így mozgunk össze-vissza, akkor egy kicsikét azért nehéz, de meg lehet csinálni. Oké, Anubarak jön. Anubarak úgy néz ki, hogy akar valamit csinálni, de nem fog semmit csinálni. Oké. Szia, el fog menni, igaz? Persze, mert ő Anubarak. Ő természetesen el fog menni. Viszont most már nem tud elmenekülni egy darabig. Ha tudnám fejből, hogy hány másodpercig, akkor talán ki tudnám számolni a dolgokat, de hát Istenem. Annyira jó, azért nem vagyok Anubarakból például. Oké, Anubarak jön, megy, jön. Oké, az Illuminati háromszög nem talált. Semmi baj. Megyek botra, mert Sergeant Hammerre ráfér. Sergeant Hammerre mindenképp ráfér. Amit nagyon érdemes tudni. A képességünkről az az, hogy először is teljesen el vagyok cc-zani dolgok. Áú Istenem. Hammer, ments meg! Ez hogy működik? Az ő Hammerre járt... Nem, oké, semmi. Azt hiszem, az ő Hammerre járt, talán nem Hammerre jött, de nem. Szóval, amit érdemes tudni az énkről, az az, hogy amennyiben falon akarunk áthúzni valakit, az nem működik. Pont úgy, mint a Stitches húzás. Egyszerűen nem működik. Nem a déja passzívunk, nem a déjjal kapcsoljuk be az énket. A Twin Blade-ünket. Egyszerűen. Jól van. Jövök. Get Rectus! Oké. Hetedik szinten a Solarite Reaper. Gondolom. Képességet vettük fel, a Kunk sokkal többet sebez. Tehát most már ugye volt egy max sebz... Hoppá, halott Anubarak. Ugye volt egy max sebzésünk. Volt egy alapsebzésünk. Annak a háromszorosát sebezte, visszafele jövet a blade-esünk. Most már az alapsebzés, vagyis az odafele menetiben lévő sebzés, az 250%-os. Tehát azt jelenti, hogy másfélszer többet sebez. Oké, ott van egy decoy. Hoppá! Hoppá, Butcher! Miket találtál te? Oké, ez ott egy halott nova. Azt nem is kell, mert semmit csináljuk egyszerűen. Ennyi. Bucsőt, te megölt, és troll is meghalt valahol. Teljesen visszajöttünk a játékba, hölgyeim és uraim. Hammert meg kéne jönni, nem? Gyere vissza? Nem, gyere vissza. Semmi baj, fogtunk egy Anubarakot. Totál fogtunk egy Anubarakot. Oké. Rám céloz Hammer, ami nem olyan jó. Viszont jövök, jó, oké, jövök. Hoppá! Jó, semmi baj. Ne! Stitches, nem? Oké. Szóval az ellenség csapata úgy néz ki, hogy Troll. Troll pedig ugye természetesen autóattackos. Nagyjából. Szóval Suppression Pulse lényegében megvakít mindenkit, és nem tudnak megtámadni minket. Mivel, hogy vakok! Ó, Istenem, Stitches behúzott, totál behúzott Stitches, és még be is kapott. Ez egy halottál... Így néz ki egy halottál tenisz, hölgyeim és uraim. Reméltem, hogy ezt le tudom szedni. Reméltem, hogy legalább ezt le tudom szedni, elmegyek, addig is visszajövök. A passzívunk, arról még nem beszéltem eleget, pedig igazán kellene. Ugye Shield Overload, mikor kevesebb, mint 50% életünk van, akkor esetleg Butcher meg fog halni, totál meg fog halni Butcher. Akkor kapunk pajzsot. És... minden autóattack 4 másodperccel rövidíti az autó, a pajzst. Oké, Troll meghal... Ó, Istenem! Stitches nem! Rossz Stitches, ez nem az igazi Nova, igaz? Nem lehet az igazi Nova. Oké. Gyerünk, Butcher, kapd el. Yes, you can. Not let your dreams be dreams. Hemő, gyere vissza? Vagy valaki? Oké. Úristen, belettem húzva, meg lettem thunderingezve. Az a Nova, Isten, valaki szedje már ezt a kurva Novát. A péniszbe. Oké, ellen Nova támadás, jó. Minden Novának alig van HP-je. Sergeant Hammer.
közben menőn. Menőn harcolt volna. Jó van, két templom az egyik boton, ezt meg kéne szerezni csak. Szerintem csak ezt kéne megszerezni. Viszont a csapatunk? Nem, azt mondja, hogy inkább menjünk topra. Jó van, akkor menjünk topra. Tehát igen, a Suppression Plus, az ultink. Globális. Artemis mind a két ultia globális távolságon hat. Ami remek. Tehát ezt szerintem nem kell elmondani, hogy miért. Nem kell érvelni rá, hogy miért. Egyszerűen remek. Sergeant Hammer valahol meghalt. Jön az ellenség. Igen, masszívan. Eléggé masszívan, de semmi baj. Tehát mind a két ulti globális méretben hat. Szia, Hammer. Meg leszel vakítva, bocsi. Meg is haltál, nagyszerű. És az sok, tehát az sokat jelent mindenképp. Úristen, mi történik itt? Meg fog halni. Tehát a globális ulti, az durva. És igazából igen. Igazából igen, Szavakárder. Yeah. Látszik, hogy totál reggel videózom. Hammer jön. Hammer megmenti a várost. Hammer nem tudom, mit fog csinálni egyedül, mikor az ultiát most nyomta el. De hely, legalább tud egy kicsit talán sebezni. Esélytelen, jövök én is. 13. szinten a triple strike-ot fogjuk felvenni. A dupla vénk, a Twin Blades igazából nem kettőt támad, hanem hármat. Ez rengeteg sebzés, és ugye ez hihetetlenül jól szinergizál a Seasoned Marksman-nel, amit az első szinten felvettünk. Én ebbe beállnék, tehát srácok, nem akarok pöcsönni, de én ebbe beállnék totál. Jó? Csak hogy legyek itt, jó? Hogy valamit csinálni tovább. Mert meg kéne védeni itt botot közben. Talán meg kéne védeni botot, de hát mit tudom, én nem értek hozzá. Oké. Okay. Jövök, ne aggódj, jövök, Chen. Ez a csapat most lényegében a free rotás csapat, nagyjából. Tudom, hogy Hammer és Chen ingyenes. Másról nem tudok pontosan. Más Nova nem vagyok benne biztos, hogy Nova is ingyenes. Szerintem Nova nem. Talán még Butcher is ingyenes. Oké, Stitches meghalt. Stitches most halt meg, jó van. Egy vakítás, hogy ne lássanak semmit, ne tudjanak sebezni. Sergeant Hammer, egy halott Sergeant Hammer, nagyszerű. Igen, szerintem is. Szerintem is csináljuk, mert... Totálom, hogy jön Anubarak, Anubarak bátor! Anubarak meg fog halni, ha így jön, ennyire bátran jön. Mint ahogy mondtam, Anubarak meg fog halni, sőt, még talán... nem még kell tankoljam azért. Lehet, hogy nem még kell tankoljam a dolgokat. Au! Én tankolom a dolgokat! Istenem! Hammer, tankold a dolgokat! Jaj! Please! Nincs semmi életem. Ne! Gyerünk, nyírt ki! Gyerünk, Nova! Meg fog halni, igen, tehát ezt csak hagyd, Nova, nem tudsz mit csinálni. Hopp. Oké. Igen, egyetértek vele, totál nem kellett volna meghalljak. Gondoltam, hogy hazamegyek, csak valahogy reménykedtem, hogy még jön valaki. Reménykedtem, hogy valaki még fel fog bukkanni. És akkor az úgy rendben lesz. Hoppá, ott van egy igazi Nova. Ott van egy igazi Nova, és nem sokáig. Vakuljátok meg mind. Igazából sokat számít. Igazából ez totál sokat számít. Sokat tud számítani. Gyerünk, valaki ölje meg azt a trollt. Jövök én is, ahogy csak tudok. Butcher meg fog halni, de semmi baj. Lassan totál itt vagyunk. Valaki jöjjön vissza, valaki ne üldözze mindenki. Nem olyan jó. Troll majdnem meghalt, jól van. Az a troll vissza fog vonulni.
Sergeant Hammer, nem vagyunk jó helyen. Nem vagyok ott jó helyen. Tehát mindenképp kéne valami kis segítség azért. Jó. Majdnem jó. Nem elég jó. Oké. Okay. Így lehet kijutni. Nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen. Egy Precision Strike-ból. Jó. Talán jön, talán elbaszta. Ne! Ne! Nova. Meglepetés, Nova. Nem öli meg senki sem Novát? Oké. Okay. Oké, okay. Gidzsi Butcher. Ügyes voltál. Gidzsi. Ez nem az igazi Nova. Ez az... Itt. Ott. Ja nem, oké. Okay. Oké, okay, ez egy díjkai volt, semmi baj. Igazából meglepően tartjuk magunkat. Meglepően tartja magát a csapat. Ahhoz képest, hogy az early game-ben milyen szarul játszottunk. Nem, szerintem ne. Szerintem most nem menjünk bossra. Még nem. Még nem, mert... Hát egyszerűen, ahogy mondta Nova, már kicsit késő ezt a bosst megszerezni. Egy picikét... De nagyon nyomulunk. Ahhoz képest nagyon-nagyon nyomulunk. Hogyha jó életben maradunk, akkor azért totál tudunk csinálni dolgokat. Oké, okay, ezt meg tudjuk szerezni, ez nem probléma. Meg is van. Fuck you, Stitches! Fuck you, Tra. Nem? Gyere vissza! Illuminati! Illuminati háromszög. Még több Illuminati háromszög. Oké. Okay. Oké, okay, az Illuminati háromszögek, azok úgy bejöttek most. Ott van Nova lent valahol. Valahol itt van lent, tehát igazából vegyem. Legyen. Szóval Artanis nagyon érdekes, szerintem. Itt veszélyben vagyok nagyon, Nova miatt. Nagyon érdekes, mert nem tud elmenekülni, sehogy nem tud elmenekülni. Artanis talán úgy tud elmenekülni, hogyha valahogy az évvel jól ki tudja cserélni az ellenséget. De egyszerűen ezen kívül máshogy sehogy, nem tud, húva nem lehet, így nem lehet elmenekülni. Jól van, utolsó szinten, tankoljunk többet, vagy vakítsunk többet? Ez nagyon jó kérdés. Hogy melyiket akarjuk csinálni. Várjunk csak. Oké, okay, azt hittem, hogy ott van egy Nova. Rosszul láttam a dolgot. Tehát ugye lényegében kapta még egy charge-ot az Orbital Borban. A Suppression Pulse-unk Orbital Borban. Bombardment lenne belőle. Bombardment? Yes! Szavak, Ryder! Hey, szia Nova! Oh fuck you, oh fuck me! Oh fuck me, Force of Will! Tankolni kell! Yeah, kitankoltam! Oké, okay. Szóval az utolsó képesség a Force of Will-lel azt csináltuk, hogy az autoattackünk nem 4 másodpercet csökkent a shield overload cooldownjám, hanem 6-ot. Ez azt jelenti, hogy 3x6, ez 18, gyakorlatilag 2 másodpercenként pajzsot kapunk. És azért 1000 pontnyi pajzs az odabasz, egy kicsit odabasz. Nem meséltem, mert 16. szinten a Titan Killer-t vettük fel, ez lényegében az a Giant Killer, csak a dupla V-kel van specializálódva. Ugyanaz a képesség. Butcher kicsit sokat akart, de ugyanakkor, hey, meghalt az ellenség Novája, szóval tök jó. Boltolj te is, ugye tudsz boltolni? Mondd azt, hogy tudsz boltolni? Nem baj, így is jó, így is tök jó. Így is túl érte. Sergeant Hammer közben boton. Sergeant Hammer közben boton, pusol, mint állat, pusztít, nem hagyja magát.
Az or... azért bejövett képettek fel? Nem. Sajnos nem. Semmi baj, jövök én is. Jövök én is. Az a... az a troll az nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy meg akar halni. De sajnos nem fog. Jövök. Megmentelek, megmentelek. Így. Szerintem én többet tudok sebezni, mint te. Úgy van. Nagyon jól észrevetted. Stitches, 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 please. Gyere, illuminátor vissza. Stitches, meg fogsz halni. Mit csináltál? Miért, Stitches, miért? Csak kérdezem, hogy miért. Oké, okay, jövök. Nagyszerű! Nova megcsinálta, Nova totál megcsinálta. Jövök, 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 jövök. Gyere, tal, gyere. Oké, okay, fuck you, troll, meg fogsz halni. Micsoda? Micsoda? Oké, okay, szerintem egy kicsit bajban van, de jövök, semmi baj. Átalisz megmentő a napot? Oké. Okay. Jól van, gratulálok, ügyes voltál. Figyelj, míg engem üldöztök, én nem bánom. Mert ez nekem most csak jó. Hogyha engem üldöztök. Hogyha igazából Nova jön és el akar kapni, akkor az problémás lesz, mert le tud szedni. Ugye, nagyon fontos tudni azt, hogy a passzívunk az akkor kapcsol be, miután sebződtünk. És a kulcs szó az, hogy mi után. Mert... egyszerűen... az úgy problémás tud lenni. Ja igen, GG, nyertünk. Problémás tud lenni, mert ilyen kevés élettel le tud szedni Nova, leburstöl, és nem jön vissza a pajzs, nem jön fel a pajzs. Egyszerűen. Oké, okay, ennyi volt. Ennyi volt. A meccs! És nyertünk! Wow! Wow! A kommentár tudom, hogy nem volt ott a ponton. És nem volt a legtöbb. Ezt annak lehet tudni, hogy reggel van. Annak lehet betudni, hogy nagyon korán reggel van, nem csináltam még semmi videót ma. De Artanis nagyon érdekes. Először is nem látszik Blizzard, ha nézel ezt a videót. Ezt javítsátok meg. És ha nézel ezt a videót, akkor mi a faszért? Nem írtatok meg BlizzConra. Szóval Artanis, ugye láthatjátok, hogy többet sebeztünk, mint a Butcher. Szóval Artanis az a hős, aki sebez, de nem annyit, mint egy assassin, viszont ugyanakkor tankol, de nem annyit, mint egy igazi tank. Tehát lényegében egy olyan szonya, csak nem szonya, tehát értitek, értitek. Nem tank, tehát ne úgy menjetek vele harcba, hogy én most bemegyek és tankolok Artanisszal, mert az úgy nem fog működni. Próbáltam, rengeteg meccset játszottam Artanisszal igazából, és igen sokáig csak vesztettünk. Próbáltam beleépíteni ugye a passzívunkba, a Shield Overload-ba, próbáltam beleépíteni, minél többet szerezzünk, minél többet tankoljunk, mert meg lehetne csinálni azt, hogy nem is tudom, például a Blade Dash-ünk, a Blade Dash-ünk csökkenti a cooldown-ját a Shield Overload-unknak. De nem működik. Tehát ez a build, ezt amit valahogy kiéreztem, nem is tudom, ez szerintem egész jól működik, hogy első szinten, ha nem farmalos pályán vagyunk, azaz nem háromsávos pályán, akkor ne Season Marksman-el menjetek szerintem, hanem Reactive Parry-re. Ugye a negyedik szinten Little Alacrity. Hetedik szinten a Solarite Reaper. Kb. És tizedik szinten, na most a Suppression Pulse nagyon jól tud vakítani. Ugye ezt megbeszéltük. Ezt használtuk most, mert ott volt a Troll, ott volt a Sergeant Hammer, és az sok vakítás, az sok autoletek, ami igazából nem talál célba. Viszont ugyanakkor ott van a Purifier Beam, hogyha például van egy mölkitek az oktográbbel, vagy van egy Artanisotok, nem, az biztos van, egy Artasotok a Sindrigószával, akkor ez rengeteget tud sebezni, valaki céloz, és utána azt sebzi, lassan követi, és úgy sebzi. 13. szinten Triple Strike, gyakorlatilag hogyha sebezni akartok, akkor Triple Strike, mert a W háromszor, három autóatakot nyom,
kettő helyet. Valamint itt Tyrant Killer lényegében, mert az bónus sebzés. Az a Giant Killer ugyebár. És 20. szinten pedig, ha többet akartok vakítani, akkor Orbital Bombardment, valamint, hogyha többet akartok tankolni, akkor szerintem Force of Will. Sebzésre még jó lenne mondjuk a Nexus Blades. De talán egy kicsike tank, egy kicsike tankolás nem árt Artemisnak. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít. Valamint, hogy gyakorlatilag a csatornám. Én ezt elmentek, hogy iratkozzatok fel. Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!